Visszahullanak Dobrev Klárára az általa megfogalmazott vádak, erről írt a Magyar Nemzet. A lap szerint Gyurcsány Ferenc felesége úgy bírálta a kormánypártokat az uniós források szerinte nem megfelelő felhasználása miatt, hogy maga is érintett volt uniós pénzek szabálytalan lehívásában. A Magyar Nemzet felidézett egy 2007-es esetet is, amikor az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc cége a piaci árnál olcsóbban vásárolhatott áramot, miközben meredeken emelkedett a lakossági áramára. Miközben Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc a kormányt kritizálja a szerintük visszás gazdasági ügyek miatt, közben a saját házuk táján lenne inkább mit söprögetni. Írja a Magyar Nemzet Dobrev Klára és férje Gyurcsány Ferenc gazdasági ügyeiről szóló cikkében. A lap példaként említi a magyaróvári Timföldgyár és Műkorund RT-t. A vállalatot Gyurcsány Ferenc cége 1995-ben privatizálta. Az üzlet úgy jöhetett létre, írja a lap, hogy a Magyar Kereskedelmi és Hitelbank RT igazgató tanácsi elnöke Apró Piroska Gyurcsány Ferenc anyósa jóvoltából az Altus hitelt kapott a Motin megvásárlásához. A lap felidéz egy 2008-as botrányt is, amely a Motimhoz kapcsolódik, ugyanis a Gyurcsány Ferenc tulajdonában álló vállalat akkor a piaci árnál olcsóbban vásárolhatott áramot, abban az időszakban, amikor a baloldali kormányzás következtében az áram lakossági ára meredeken emelkedett. Ez forintban átszámítva valahol 1-2 milliárd forint között van a hétszéget érintő energia díjkedvezmény. A botrány kirobbanásakor Fónagy János fideszes országgyűlési képviselő várt választ a miniszterelnöktől arra, hogy az érdekeltségi körébe tartozó cég miként kaphatja olcsóbban az áramot. Akkor a kormány szóvivő azt közölte mindenre, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nem avatkozik és soha nem is avatkozott cégei konkrét ügyeibe. Magyarországon nincsen jogállam. Korrupcióval és a jogállamiság hiányával vádolta a kormányt kedden a parlamentben Dobrev Klára. Egyre hatékonyabban működő európai unióban hiszünk. Mi Európai Egyesült Államoknak hívjuk. A DK-s európai parlamenti képviselő az uniós gazdasági intézkedésekről szóló kormánypárti javaslat vitájában közölte, pártja másban hisz és frakciójuk nem vesz részt a szavazáson. A kommunizmus nem vészel, csak átalakul, ahogy a kommunista sem. A Fidesz frakció vezetője szerint felháborító, hogy éppen Gyurcsány Ferenc bukott kormányfőfelesége támadja a kormányt és beszél korrupcióról. A legdurvább személyeskedő hangnemben kezdte a felszólalását a miniszterelnökkel szemben, és éppen az beszél korrupcióról, akinek a férje és akinek a családján keresztül például a kormányzásuk idején a magyar emberek számára az áramszolgáltatás díját megduplázták, de a saját cégük számára pedig olcsóbban adták az áramot. A zsarnokokból előbb vagy utóbb agresszorok lesznek. Dobrev Klára kedden agresszorokról is beszélt a parlamentben, amire a kormánypártok úgy reagáltak, hogy éppen a férje Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, amikor 2006-ban emberek szemét lőtték ki az utcán. A DK-s EP képviselő bírálta a keleti nyitást is. A Fidesz frakció vezetője azonban arra emlékeztette, hogy férje kormányzása idején tárt karokkal fogadta Vlagyimir Putyint. Ha jól emlékszem, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára kutyája nyalogatta a Putyin kezét nemrégiben. Dobrev Klára egyébként a beszédében értelmes vitát követelt, de felszólalása után elhagyta az üléstermet. Apró Antal, a véreskezű kommunista belügyminiszter unokája szólalt fel először a Magyarország gyűlésben. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, egy olyan ember beszélt tisztességről a parlamentben, aki egy olyan villából érkezett, amit 1944-ben kártérítés nélkül vettek el egy zsidó családtól, és a kommunisták adományoztak Gyurcsányi család családjának.